Az idei Interetno egyik újítása, hogy a Pannon TV tévéműsorát, a Mesél a Pannon címűt kihozták ide a térre, az Aranykapu játszóházba, és a Pannon Televízió munkatársai mesélnek a gyerekeknek. Egy olyan zebráról fogok majd mesélni, aki szerintem majd a szívetekbe lopja magát. Káló Béla színész hisz a mesemondás erejében. Szerint az esti mese nagyon fontos része egy gyermek életének. A rajzfilm nem tudja azt a fajta élményvilágot nyújtani, mint az élő mese. Meghitté tesz, közelebb hoz. Gondolom, hogy a szülőnek a hangja, a felnőttnek a hangja egyfajta biztonságot ad, egyfajta kuckót ad. Szalóki Ági néptalgyűjtését Vajdaságban az Interetno Fesztiválon hallhatták először, bárcsak ez az éjszaka címmel. Az énekes évek óta gyűjti a népdalokat. Az erdélyi falvak zenéje különösen felkeltette az érdeklődésemet. Ezek a nagyon finom díszítések, a nagyon cizellált, sírós, hegedűjáték, ez a sűrű, szövetű zene. A táncpanoráma után a táncházban Chile, Kolumbia és Paraguay latin estet tartott.